Szerencsváros napjához kapcsolódó programsorozat részeként szervezték meg a Kulcsáranita sportcsarnokban a 14. Szerencsváros kupát május 6-án, ahol Konzsófia miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője és Nyíri Tibor polgármester köszöntötte a versenyzőket. A megmérettetésre határon túlról, a fővárosból és a környező nagyvárosokból is érkeztek versenyzők, így igazán izgalmas mérkőzéseket játszottak a résztvevők. 14. asztaltenisz versenyünket szervezzük, és az elődöm Csorba István szakosztályvezető úr kezdeményezésére nyilván a város egy városával együttműködéssel jött ez a verseny sorozati létre. Alapvetően ez egy nyílt verseny, tehát az ország bármely pontjáról, Kőhonból is, mint látjuk, ugye jöttek Erdélyből, Felvidékből, ez egy nyílt nemzetközi verseny, másod és harmadosztállyal indítunk versenyszámokat. Természetesen a zömét mi adjuk, ugye Szerencsnek egy MB1-es csapata van, egy MB2-es és két megyei csapat. Hát itt összességében ez már 16 főt jelent, de körülbelül mi 25 fővel képviseljük ezt a szép Szerencs versenyünket. Szeretnék gratulálni a szakosztálynak ahhoz, hogy vannak MB1-es versenyzők, vannak MB2-es versenyzők, megyei csapatok, azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog a városnak is, és tényleg a jó hírét viszik a városnak. A verseny célja nem más, mint barátságot kötni, ismerkedni, kapcsolatot ápolni, közösséget formálni, és jól érezni magunkat. A versenynek a tétje ezután természetesen a Szerencs, mint csokoládé városának egy kis ízelítő adása, tehát hogy az első helyezettek kapnak egy csokoládé csomagot. Elmúlt években azt láttam, hogy ennek van hívó szava, mert hogy tényleg szeretik a versenyzőink, akik megnyerik a versenyt, a Szerencsi csokoládét.